Nos, tulajdonképpen, amiért elkezdtem a mai filmezést, hát az itt van. Úgyhogy, hát kicsit valószínű, hogy messzi lesz. Messzi. Hát, majd meglátjuk, jó? Minden esetre, előre levagdosok. Körülbelül egy ekkora spagócákat. Nem ennyit, egy 5-6-ot, amely össze fogja tartani egybe ezt a húst. Jó? Talán ennyi elég lesz. Ha nem, akkor majd vágunk még. Csak akkor kézmosás van előtte. Na, tiszta. Jöhet a hús. Illat. Ezt nem kell mondjam. Ez hogy volt? Így volt valahogy. Igen. És itt van ez a darab. Csak így. Összedolgozzuk, és itt vannak azok a kis darabkák. Alright. Jó. Félre. Hát, megpróbálom. Teszek egy gyenge próbálkozást. Az ügyben, hogy ezt... Jaj, csak... Jaj. Ne csúszászél nekem. Igen. Na, már is könnyebb dolgom lesz, hol az orra. Ez ilyen egyszerű. Köszönöm Ágneséknek a levelet. Kedves Zoltán doktor úr, köszönöm a orvosi tanácsokat. Lekövetem, amit voltál kedves nekem írni ezzel a válfájással, meg egyebekkel kapcsolatosan. Úgyhogy természetesen közlöm a kezelőorvosommal, a házi orvosommal, sőt, azokat, amiket beírtál, voltál szíves beírni gyógyszernevek, meg egyéb dolgokat, sőt a javaslatot is fogom neki majd mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hálásan az orvosi tanácsokat. A gyerekek, itt az a lényeg, hogy ez a hús egyben maradjon, amennyire ez lehetséges, hogy vagyis hát megoldható így ebben a formában, hogy összetartsa egy kicsit. Well. Aztán majd összezsugorodik mi Jani bácsinak a csúnyája, mikor megkérdezték tőle, hogy akkor bement a életébe először a
meglátta a tengert, és akkor mondták neki, Jani bácsi, milyen hideg a víz? Szóval 3 centis. Jó, kézmosás jön. Nem tudom, hogy ment-e a kamera, vagy nem ment. Összekötözéskor, mivel se a ribot, se az a másik szar nem akar összejönni. Úgyhogy valószínű, hogy ment, remélem. Tehát magyarul összecsavartam a húst, és összekötöztem. Ezzel a madzagba. Remélem, hogy rajta lesz. Na, rendkívül attraktív dolog fog következni, ugyanis... vágok össze. Ha! Egy kis hagymát. Igen. Ugyanakkor, itt maradt hír nekem, de ha nem elég, akkor még teszünk hozzá. Jó? Itt van. Ez egy öntvény. Öntvény edény. Cast iron. Valami bevonat talán van is rajta. Belülről, nem hiszem. Vagy nem tudom, nem tudom, de... ezek nem olcsó. Ez most nem azért, hogy hozzam, mert nem én vettem, ezt ajándékba kaptam a kedves ugomtól, de nem olcsó dolgok. Úgyhogy... még itt sem, hát nem tudom, Magyarországon mennyi, meg Afrikában, meg máshol. Na most úgy csinálom, hogy ezek a hagymákat így hagydám. Így valahogy. Krumplit nem teszek most alá, mert azt másképp szeretném elkészíteni. Úgy készítem el majd a krumplit köretként, ahogy még soha. Na, tegyek még bele? Teszek. A hagyma nem roncsa el. Nagyon jó lesz majd. Ki tudunk kolászni meg. Stb. Tudja, ismeritek a dolgot is. Lila hagyma, ilyen hagyma, olyan hagyma. Alright. Most pedig... csere. És... hát... itt ez az alja. Hoppá! Szökevény. Visszamész oda. Ez is. Nézd már oda. És ezt egyszerűen így ide belehelyezem. Így ahogy van. Jó, kézmosás jön. Aztán nagyon-nagyon kevés vizet teszünk csak alá. Ugye, és ez enged vizet magából. Jó? Tehát egy fél pohár víz, sütött, előmelegítve a 180-190-200 Celsius, azaz 370-75-80 Fahrenheit. Ha tegyétek a sütőt, és ugye ennek van ez a teteje, rápróbáltam egyenre, nem teljesen megy rá, de mivel hogy ez fog zsugorodni, hát ennyi. Együtt majd lejjebb megy, ahogy sül, és akkor hát én úgy számolok, hogy ezen a 180, tehát a 350 körül, 375, ezek a jó hőfokok, hát másfél órát minimum fogom így a sütőben tartani, ezen a hőfokon, lepedve. Alright? Aztán majd találkozunk vele később. Másnap vagyunk, ez készen van az egész, és ki van hűlve, úgyhogy hagytam így, ahogy volt, és hát ilyen hideg állapotban fogom megpróbálni
megszabadítani a madzagjaitól, ha sikerül. Remélem, hogy sikerülni fog. Kifuzikálni valahogy. Right. Eddig jó. Oké, okay. És akkor még az, hogy itt volt egy... Ja. Középen is. Ja, itt van. Right. Jó, ezt innen kivesszük ebből a zsírból. Igen, ezt a zsíradékot innen lementem. Ez nem kell, túl sok. Nincs rá szükség, igaz gyerekek? Egy zsírra. Viszont ami az alján van, az a grévi dolog, hagymával, azt nem dobjuk el. Dramám. Jó, hát némi kis zsiradék maradt. Nem sok, igyekeztem. Jó, leszedni, hidegen egyszerűbb. Igen. Jó, ez már így marad. Jó, és akkor... Hát megpróbáljuk. Már ahogyan tekertem, már nem tudom. Ja, így volt tekerve, így. Akkor így vágni. Hát, remélem, hogy meg tudom oldani. Jól? Ja, jó lesz. Igen. Kirakhattam volna deszkára is, igaz? Így van. Nem? Évi közben belépett. Jó, nem vágok le túl sokat. Így körülbelül, egyelőre. Mit szózok hozzá, jó néz ki? Te kecskús gyerekek. Ilyen. Right. Szóval, következő. Következő. Azonnal kész vagyunk. Tehát. Oh, jó, messzi, na mindegy. Ezzel is kérem. Ezt a hagymát, meg ezt az alját, ezt a zselatinos dolgot, gyerekek, ezt szépen szétveretem. Ugyanis ez lesz a grévi, vagyis hát a szósz. Gyakorlatilag. Rendkívül jó íze van. Tudjátok, magyarul ez a húslé. A zsírt veszettem, láttátok? Hidegen. Picit felmelegítettem a mikróba, és azonnal megyünk a tűzhelyhez. Van az edény, amiben ugye ez elkészült. Hopp, hopp. Jó. Egy picit beleöblítünk. Ide raktam egy fél pohár vizet, és egy ennyi kukorica keményítőt. Elkeverek benne. Pillanat alatt megtörténik. Alright, igen. Fel van egy kicsit hígítva, de ez nem elég tik. Úgy értem, hogy nem elég sűrű. Majdnem jó, de mégsem. Tehát ez az a hagyma, amit mutattam, és a húsnak a leve, így együtt,
ami kisült a húsból, és egy kicsit megbíztatjuk. Csöpög a föld. Hogy sűrűbb legyen. Lehetne ilyenkor beledobni egy kis vajat, de nem muszáj. Jó, még egy. Ennyi elég lesz. És kérem. Ezzel itt meg is van a gravy-nk. Ezt egyébként merem ajánlani bármikor, amikor ilyen hús süttök, és megmarad ez a húslé, tudjátok, ez a kocsonyás. Lehűtöd, a zsírt le tudod szedni, és használd fel. Ami benne volt, hagyma, paprika, fokhagyma, őröld így le. Jó gyerekek, bármilyen száraz lesz a húsod, ezt nyugodtan rá lehet tenni, és én most azt fogom csinálni, hogy szépen ugye ezt a leszelt húst bele fogjuk tenni. Oké. Kis darabkákat is. És 2-3 percig. Ugye átmelegítjük. Jó. És ezzel itt meg is vagyunk. Jó? Most már le is zárom. Lehetett volna úgy is, hogy vastagabb szeletet. Ezt visszamelegítem mikróba vagy alatt, és akkor úgy tányéron rakod rá a hogy hívják az a grévit. De én most így csináltam. Nem fog olyan jó kinézni, mintha egyszeret lenne, de semmi probléma mégis. Véleményem szerint. Kérem, itt a friss natúr rizs. Mindig azt mondtam régebben, hogy rizsa, és akkor rám szóltak, hogy az nem rizsa, hanem rizs. A rizsa az, amit te csinálsz, azt mondja, mikor. Hát gyerekek, a hús szétesett, de szépen. Rendesen. Hát én azt mondom, hogy ennél nagyobb baj soha a világon ne legyen, igaz? Na, szerintem ez így jól néz ki. Következő. Ez a tiédé lesz, figyelj. Szóljál, hogy a mennyiségeket. Túl sokat nem. Jó? Akarjátok-e? Jó, elég. Jó, szaptam. Akarjátok-e fodorjani országát megvédeni? Az a válasz, hogy igen, akarjuk. De hangosan. Hát ez elég. Igen, akarjuk. Ez elég hangos. Jaj. Jaj, Istenem. Egyszer volt egy magyar gyerek, ott a ilyen powder painting dolognál, és az énekelte ezt, hogy akarjátok-e. És akkor mondta a haverjának a nevét, már nem emlékszem rá, valamilyen Zoltán országát megvédeni. Én meg így, ő nem látta, hogy én ott vagyok, én meg hátulról ráordítottam, hogy igen, akarjuk. Erre megfordul, azt mondja, ez az ember tud valamit. De zsirany, érzi a hús illatot, és néz oda. Látjátok ezt, gyerekek? Most újabban ilyen zsivány lett. Érez más illatot, és azt mondja, hogy megezzem azért. Nem szívesen. Mert a ti jobbat esztek, mint én, gondolja ő. Ja, csak az, hogy ő ezt hát, nem eheti, kész. Nem szabad neki. Ja. Sósat, na, már nem mondom-e még egyszer. Na, Éva asszom, mi újság? Kaptam ilyet. Kaptál egy üvegbort? Igen. Hol a kanalom? Ja. Oh my God. Na, hát itt van a úgynevezett káposztalevesünk, jó híg. Megcsináltad. Kicsit elsóztam, gyerekek, túl sok volt az a étel ízesítő. Na, így már mindjárt jobb. Haj. Így már jó? Hát át kellett alakítsam egy kicsit.
Szedtem rá a levéből, és fölfőztem újra egy kis vízzel. És egy kis kornstarccsal megsűrítettem. Úgyhogy gyerekek, ha elrontasz egy étre, meg lehet ám javítani is. Ha gondolod, hogy megéri. Hát a mai világban már oda kell figyeljünk, gyerekek, mindenre. Jó, én tejfőlen eszem, Évi, annélkül imádom egyébként. Finom. Most újra megkérem, nem lett túl sós? Nem. Mert ezen csak a fűszer dolog van. Na, finom. Jó lett így ezzel a hagyma grévivel? Uh-huh. Ami az aljában volt, húsvér, uh-huh. Látod, a zsírt leszettem. Gyerekek, ezt merem ajánlani mindenkinek. Sokan nem tudják, mit kezdjenek a megmaradt húslével, igaz? Hallottam olyat is, meg tudom, hogy kiöntik. Nem szabad, nem szabad, mert az tele van zselatinnal, mindennel, kollagol, úgyhogy tessék felhasználni. Száraz rizsre rá, akár össze is lehet keverni az egészet. Kovácsos uborkánk gyönyörűen összeért. Jó, az kell. Tépjed el, hogy mutassam meg. Átért, gyönyörűen. Oké. Okay. Jó van. Jó puha, ugye? Gyerekek, én ma akkor szerettem igazából kovásznait, kovászos uborkát, amikor már majdnem, hogy szóval így, hát sokan nem szeretik úgy. Tudom már, nagyon megpuhul. Én meg akkor, én akkor szeretem. Mikor a recsegős, akkor még nem. Egyrészt a fogaim, stb. Meg egyébként is. Jó, hát ennyi volt a móka mára. Még Évi szokta megkívánt egy vadászt. Ezek milyen jó sötét az abban? Nagyon szép vörösborral. Nagy. Kólával. Én nem kérek. Még kell bele kóla. Egészségünkre. Egészségedre. Egészségünkre. Mindenkinek az egészségét. Jó lett? Jó, azt Évje csipegeti az esti órákig. De még kell bele kóla egy kicsit. Jeget? Kólát még. Még kóla? Ja. Ja, túl erős lett. Én nem szeretem. Van, mikor megittam egyet-egyet, de különösebben nem szeretem. Én is csak kólával iszom meg. Annyira nem kívánom. Most sört se kívánok. A gyerekek, ennyi volt. Alright? Maradunk tisztelettel a következő videóig. Jani bácsi, Floridából. Bye-bye. Na, gyorsan kihoztam a kamerát még a végére, hogy hát, ha tudok egy jó kis vihart fővenni. Kokó, hol vagy? Mit csinálsz? Már szemereg. Kutya már bement, de ő még azért izért. Kokó harcias izében. Még provokál. Ha? Még próbálja provokálni, de nem. Gyere ide! Be van indulva. Nézed, hogy áll a szőr a hátán? Ez a fekete csík. Igen. Nincs itt már kutya, nem tudom mire. Indulj be! Hol a másik kutya? Kokó, már elment. Hú, gyerekek! Jobb, ha bemegy mindjárt. Na, nincs akció? Csak vágtat. A másik kutya a túloldalon ugyanezt csinálja. Na, elment? Elvált. Itt hagyta? Húj! Csak a részig, de... Na, lesz eső? Belőle? Hát nem hiszem, csak lehet, hogy egy kis futó. Ha? Futó valami zápor lesz. Jé, valaki megcsinálta a kerítést. Ja. Ó, ez igen. Már vissza lehet vinni a növényt, ugye? Ha? Hogy? Már vissza lehet vinni a virágot. Hát majd a földet el kell még ott igazítani. Hát ott nincs utána. Föld. Persze. Ott nincs föld. Ha? Ott nincs föld, ahol... Akkor vissza. De most mit csinál, mindjárt itt zuhog az eső a fejedre. Hát a baj. Nézd oda, most akar kertészkodni. Ó, de jó.
te voltál a Titanicon. Egész nap olyan meleg van, hogy ja. Ezek is... Komolyan mondom, gyerekek, imádjuk, mikor így beindul egy kicsit. Emlékszel, amikor a gyerekek kisebbek voltak, aztán zuhogott az eső, ja. És az úton meg volt a nagy, nagy tó. Szofi meg kint táncolt. Na, a Janikáéknak mondom. Ja. És ahogy mentek el a kocsik, verték fel a vizet, a Janikáék meg ott állt. A Szofi meg táncolt az esőbe. Ja. Pörgött kint az esőbe. Megvan a felvétel. Na. Jaj, de jó lesz. Koko, gyere befelé! Alig várjuk, hogy essen. Na, megjárt, úgy várjuk. Koko! Gyere, gyere, most gyere, már! Gyere! Baj lesz, gyere! Nincs vált a kutya! Ilyenkor süket? Megsüketül a koko. Hey. Jobb, ha főkapod. Nem jön be. Gyere! Na, let's go! Jaj! Na, csukjuk be. Hol a gyerekek, ennyi?